Szeptember utolsó hétvégén ezúttal Székesfehérváron áll dobogóra a szolnoki Kodály kórus és a MÁV férfikar. A kórusok női, illetve férfi, valamint vegyeskari kategóriában mutatkoztak be. A Kamarakórus Fesztivál zsűrije a szolnokiak előadásában Bárdos Lajos, Schubert és Verdi művét hallhatta. Én 41 éve énekelek. Nekem nagyon-nagyon sok élményt ad minden héten a felkészülés is, de maga az, hogy egy-egy ilyen fesztiválra vagy versenyre készül az ember, és ott a pillanatnyi előadás hatása alatt élvezi át ennek a zenélésnek az élményét, ez csodálatos. A találkozón a kórusok közösen is énekeltek. Rachmaninovnak a műve volt az, ami egy ilyen hatalmas felemelő érzést adott mindnyájunknak, hiszen azért, amikor 160-an együtt énekelünk egy teremben, annak egy akkora orgánuma van, hogy szó szerint úgy szoktam mindig mondani egy kicsit vulgárisabban, hogy megmozdul a csillár a plafonba. A fesztiválra a Kodály kórust és a MÁV férfikart a Szolnoki Szimfonikus Zenekar januári tánckoncertje után invitálta meg a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamara kórus. Annyira megtetszett nekik a kórus, meg az az egész rendezvény, hogy mondták, hogy náluk is van ám egy nagyon jó rendezvény, már sok több alkalommal került megrendezésre, és Szolnokról még sose volt kórus, és meghívják a mi vegyeskarunkat, a Kodály MÁV vegyeskart. A találkozó legjobbja a Kodály kórus lett, akik Lívit Fesztivál Santus című darabjával idén elhozták a 2013-ban alapított Vox Mirabilis Vándor díjat, ami egy évig lesz városunkban.